az atombát. Itt élek, a folyók összeérnek, hát a szénítő élmény téged is vár. Gyere, éreked a dalt, és ne félj, mi vár rád. Gyere, hát! Tudta ön, hogy Győr, Budapest és Sopron után Magyarország műemlékekben harmadik leggazdagabb városa? A belvárosban szinte nincsen olyan épület, amelyik ne lenne műemlék vagy műemlék jellegű. A barokk belváros rekonstrukciójának elismeréséül elnyerte a Műemlékvédelem Európa díját. A történelmi korokat idéző templomok, paloták, szűk közök nap mint nap sétára invitálnak minket, győrieket. A varázslatos épületek között szívesen időzünk, melyek nem csupán hétköznapjaink szép díszleteként szolgálnak, az utcák élettel telnek meg, mert a családok városában mindenkit gyermekbarát programok várnak. Sokunk kedvence a belváros, a Káptalandomb alatti, a Duna és a Rába találkozásánál fekvő, egykor várfallal körülvett terület. A mai Baross út és az Arany János utca kereszteződésében állt egykor a reneszánsz fehérvári kapu, és annak tetején a 18. század végén barokk stílusban épült tűztorony, amit a 19. század végén lebontottak. A Baross úton napjainkban vörös téglák jelzik a kapu egykori helyét, melyen 1598. március 28-án éjjel Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf vezérek az ostromló sereg élén berohantak, és visszafoglalták a töröktől a várat. Kezdjük itt belvárosi sétánkat. Vásárlás ügyintézés közben érdemes itt megpihenni és megkóstolni a helyi specialitásokat. A jellegzetes sarokerkélyek alatti árnyas teraszok baráti beszélgetésekre csábítanak. A Baross úton nem csupán a szerelmesek adnak egymásnak randevút, a belvárosi kávézókban gyakran csevegnek együtt az ismerősök is. A Baross útról nyíló Király utca barokk műemlék polgárházakban gazdag. Legjelentősebb épülete a művészbarátok találkozóhelye, az Eszterházi palota, amely a Városi Művészeti Múzeum központi kiállítóhelye. A belváros keleti felén található Liszt Ferenc utcában áll Győr egyik legbecsesebb műemlékű barokk épülete, a Zichy család palotája. Bár szinte valamennyi győri megfordult már itt, mégiscsak kevesen tudják, hogy az épület lakóhelyül szolgált korábban Deák Ferencnek és Batthyány Lajosnak is. A palota egyedülálló barokk berendezését számtalan vendég megcsodálja a győri barokk rendezvényeken, így például a barokk bálon, amelyre külföldről is számos vendég érkezik februárban. A megkapó szépségű épület a győri szerelmesek számára különös értékkel bír, mivel az emeleti házasságkötő teremben sokan fogadnak egymásnak örök hűséget. Érdemes bekukkantani a földszintre is, ahol a gyerekek kedvence a páratlan látnivalót kínáló, nemzetközi hírű állandó baba kiállítás található. Mi győriek sem tudjuk igazán, mennyi szépséget, érdekes történetet rejt belvárosunk. Érdemes felfedezni például Magyarország egyik legszebb barokk terét, az izgalmas Bécsi kaputeret. A barokkorban elnyert szabálytalan alakjára gyakran rácsodálkozik az arra járó. Ez Győr egyik legrégibb tere. Közepén a kisalföldi kötődésű költő, Kisfaludi Károly alakját megörökítő bronzszobor áll. A tér déli oldalán álló Kármelita templom Győr egyik legjellegzetesebb műemléke. A barokk rendház napjainkban szállodaként működik. Arra járva pillantsunk fel az ottház tetejére, hogy felidézhessük a térrel kapcsolatos, arcunkra mosolycsaló történetet. Kevesen tudják, hogy miért mutat olyan furcsán ez az épület. Tulajdonosa ugyanis elirigyelvén szomszédja gazdagságát, álemeletet építetett háza tetejére. Ugye érdemes felfedezni, mennyi szépséget rejt ez a város. A térről indul a Ráva kettős híd, amely Radó-szigeti, romantikus sétára invitálja a látogatót. A sziget a Győrkőc Fesztivál otthona immár 3 éve. A gyerekprogramokon sok győri család szórakozik felhőtlenül. Az elmúlt idők nyújtanak kezet, ha a lépcsősoron át a Ráva parti bástya sétájra kanyarodunk.
A Káptalan domb aljánál a Dunakapu tér közepén a város jelképével, a vaskakast ábrázoló díszfúttal. Nyári hétvégéken szívesen szórakozunk itt a győri fesztiválokon. Szombatonként nézelődünk, vásárolunk a piacon. A Duna felett átívelő Kossuth hídon is sokszor átsétálunk, hiszen innen páratlan panoráma nyílik a folyók városára. Ezért szeretem Győrt.